Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, és itt van velünk a vonal túlsó végén Nagy Attila Tibor politikai elemző. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy fogadja a hívásunkat. Jó napot kívánok, Király úr! Zajlanak az események a politikai életben, ezekről fogunk most beszélgetni. Nem gondoltam, hogy valaha az közérdeklődésnek vagy a politikai elemzésnek a tárgya lesz-e, hogy egy politikus bemegy egy televízióba vagy sem, de hát most azért részben mégiscsak felmerül ez a kérdés. Magyar Péter tegnap, a hallgatóknak meg tegnap előtt volt az ATV-ben, pedig korábban kijött onnan, és megígérte, hogy soha többet nem fog oda menni. Úgyhogy ez már-már egy ilyen fontos politikai kérdés volt, hogy van-e értelme annak, hogy Magyar Péter most visszatért az ATV-be? A Magyar Péter már több mindent megígért, amit aztán megszegett. Rá, főleg korábban volt, ez jellemző, hogy tesz hirtelen kijelentéseket, amelyeket aztán nem tud tartani. Tehát valóban ilyen volt az egyik is, hogy első indulatában azt mondta, hogy már pedig az ATV-be több meg nem megy be, mert hogy az ATV még a Hír TV-nél is rosszabb, hát eltelik egy kis idő, és megmásítja a szándékát. Vagy például ilyen volt az is, hogy dehogy ül be az Európai Parlamentbe. Aztán beült. Tehát most vagy azt mondjuk, hogy kezdő politikus és kezdő politikusként sok elmhamarkodót, kijelentést szokott tenni az ember, vagy pedig azt mondjuk, hogy hát alkalmazkodik a választók pillanatnyi igényeihez, azt mondja nekik, amit abban a pillanatban éppen hallani akarnak, mert én tanúsítatom, hogy amikor Magyar Péter azt mondta a gyűléseken, hogy nem megy be az Európai Parlamentbe, ez azért tetszett az embereknek, és ez is segítette őt abban, hogy ilyen szép eredményt ért el a Tisztpárt június 9-én, csak hát ugye már megválasztották, és úgy döntött, hogy mégiscsak jobb lesz, hogyha elfogadja az Európai Parlamenti mandátumot. Ugye, ami az ATV-t illeti, ugye nagyon dühös volt Magyar Péter, amikor kivonult az Egyenes Beszédből június 10-én. Aztán szerintem menet közben belátta, hogy az ATV csoportnak, tetszik vagy nem tetszik, van olyan közönségtábora, van olyan mennyiségű nézőtábora, és nem csak a TV-ben, hanem ugye az ATV, meg más, vagy például a Spirit FM YouTube csatornáin, hogy azokkal azért számolni kell. Tehát lehet, hogy pont az a pár száz ezer néző, hallgató, vagy akár még több hallgató fogja eldönteni az a következő országgyűlési választást. Igen, emlékezhetünk a főpolgármester választás szorosságára. Hát bizony, például. Ugye? Bizony. Tehát ott az ráadásul nem is pár százezer szavazaton múlt, hanem valami 280-valahány szavazaton. Tehát nem tesz ki még egy fél iskolát sem. Tehát igen, tehát lehetnek nagyon kiélezett választási szituációk, és Magyar Péter egyébként szerintem helyesen arra jutott, hogy az ATV csoport nézőit, hallgatóit nem érdemes hosszú ideig ignorálni, úgyhogy hát szerda este aztán baj nélkül le is ment a szereplése. Ezúttal nem vonult ki az ATV stúdiójából. És ezúttal ugye talán, mintha a másik oldalról is, tehát nem volt az a helyzet, hogy mit tudom én, vörös dossziét vagy piros dossziét kapott volna. Itt merül fel az a kérdés, hogy vajon egy politikus nevelheti az újságírót meg a riportot, vagy ilyenkor mondjuk mennyire nagy kihívás, hogy egy újságíró ne attól rettegjen a műsor végéig, hogy újra feláll egy interjú alany és elmegy. Én azt gondolom, hogy az újságírónak ettől nem kell rettegnie, mert a politikus magát járatja le, hogyha ilyen dolgokat sorozatban csinál. Ugyanis akkor pukkancs politikus lesz belőle, tehát ilyen pukkancs természetű, aki megsértődik, ha kell, ha nem. Egyébként is úgy gondolom, én továbbra is fenntartom azt a véleményemet, hogy annak idején hiba volt kivonulni az ATV Egyenes Beszédéből, és én még ezt arra az esetre is mondom, hogyha engem meggyőzne valaki arról, hogy az ATV helytelenül járt el Magyar Péterrel szemben. Tudni kell a politikusnak keményebb, nehezebb, mint egy újú szituációkat is kezelnie. Most gondoljunk bele, hogy
Hogyha Magyar Péter valami nagyon nem tetsző dolgot hall mondjuk miniszterelnökként, mondjuk 3 év múlva egy nemzetközi tárgyaló partnerétől, egy másik ország kormányfőjétől, akkor majd sértődötten feláll, és ki fog vonulni a tárgyalásról? Ezt fogja csinálni? Tehát ugye azért sem jó, hogy ha egy vezetésre pályázó politikus sértődötten fogja magát és kivonul a stúdióból, mert azért hosszabb távon megkérdőjeleződhet a miniszterelnöki vagy magasabb politikusi pozícióra való alkalmassága, hiszen ez egy azért stressztűrő képességet is igénylő pálya, a politikusi pálya. És azért, hogyha jó néhányszor előfordulna egy politikussal, hogy sértődötten kimegy, akár okkal, akár ok nélkül, akkor előbb-utóbb egyre inkább nevetségessé válik a politikus. Mert hát azért valljuk be, Magyarországon is, meg a legtöbb helyen, a nemzetközi politikában, vagy más országokban, a politikusok nem szoktak kivonulni, még nehéz interjú helyzetekben sem, hanem küzdenek. Még az is előfordul, hogy a politikus a riportet vagy a TV csatornát kezdi el minősíteni, de nem hátrál meg, hanem küzd. Tehát Magyar Péter kivonulásával nekem még egy ilyen bajom is volt, illetve van, hogy olyan látszatot keltett, hogy ő feladta a küzdelmet. Nem volt mondani valója, hirtelen nem tudott mit mondani, Rónai Egon műsorvezető felvetésére, és hát akkor jobb hiány meghátrált, sértődötten kivonult. Tehát ez azért kicsit egy gyerekes magatartás is. Akkor volt. Itt felül fel, hogy az volt a nagyobb hiba, hogy kiment, vagy most meg már az a hiba, hogy visszatért, mert nem tartja konzekvensen magát ahhoz, amit mondott, és most itt érdekelne az, hogy mondjuk taktikai, meg a választók szempontjából, tehát a sajátjai szempontjából melyik a jobb? Szerintem az a jobb, hogy visszament. Nyilván, ha valaki nagyon szőrözik, mint a magam fajta, hogy beleköt az élő fába, annál persze kellemetlen lehet a dolog, de a kommentekből én azért azt vettem észre, hogy Magyar Péter hívei között akadtak olyanok, bár nem ez volt a többség, de azért akadtak olyanok, akik helytelenítették a kivonulást. Meg ugye mérések is készültek ezzel kapcsolatban, bárhogy a közvéleménykutatásoknak jelentkezik. Most az nem egy túl ismert közvéleménykutató cég volt, amely ezt mérte, illetve nem túl elismert, maradjunk ennyiben, de el tudom képzelni, hogy ezzel együtt el tudom képzelni azt, hogy esetleg az országos közvélemény többsége sem helyeselte Magyar Péter kivonulását. A komment folyamból is azért akadtak olyanok, akik azt mondták, hogy ezt azért nem kellett volna. Ráadásul én azt nem értettem, hogy hát most győzött. Miért nem élvezi ki a győzelmét? Miért nem tud nyugodtabb, higgadtabb, nagyvonalúbb lenni, hiszen egy nagy csatát megnyert Magyar Péter. Tehát ezért sem értettem a dolgot. Szerintem most, hogy azért visszament az egyenes beszédbe, és végül is baj nélkül lement az interjú. Így azért ha tudja azt később sugározni, hogy na hát annak idején kivonul, de most már megemberelte magát, és tud azért higgadtan viselkedni. Ráadásul azért is volt jó, hogy visszament az egyenes beszédbe, mert egy fontos témája volt. Na ez a mesélni a kórházi... Hogy ön szerint ez egy jó téma? Tehát ez... Abszolút. Abszolút jó téma. Tehát a kórházak, mint téma, az szerintem nagyon sok ember érdeklődésére tarthat számot. Szerintem nagyon sokan voltunk már kórházban, vagy tartok tőle leszünk kórházban, ha megöregszünk. Tehát szerintem senkinek sem lehet közömbös, hogy milyen állapotok vannak a magyarországi kórházakban. És Magyar Péter... Azt nagyon ügyesen csinálta, hogy előkészítette a témát, tehát már másfél-két héttel ezelőtt ugye felajánlott 500 000 forintot a Bethesda gyermekkórháznak, ugye ott is a klímával volt probléma, aztán a vasárnap esti YouTube fellépésein többször számon kérte a kormányon a kórházak állapotát, illetve a szellőztetés rossz helyzetét,
És Magyar Péter már ekkor el tudta érni, hogy a kormány kénytelen volt erre reagálni. Takács Péter meglátogatta az egyik kórházat, bizonygatta, hogy nem olyan Az tragikus a helyzetet. onkológiai intézetet, ugye? Az onkológiai intézet, de most gondoljon bele, hogyha Magyar Péter nincs, a Magyar Péter nem lép fel ilyen határozottan, akkor lehet, hogy nem történt volna semmi. Tehát én azt kell, hogy mondjam, hogy abból a szempontból is helyeselni tudom Magyar Péter ez irányú lépését, mert legalább végre akadt valami, aki egy kis munkára készteti a kormányzatot ezen a téren, aki megizzasztja a kormány adott tagját, illetve államtitkárát a szó képletes... Inkább a kormány tagja izzadjon, mint a betegek a kórházban. Hát igen, tehát magyarázkodásra késztette, tehát a kormány kommunikációs csapata rájött, hogy Magyar Péter szavainak van akkora súlya, hogy nem tudják teljesen figyelmen kívül hagyni, tehát hogy valamit reagálni kell. Hát én nézem a Facebookos kedveltségi adatait, továbbra is elképesztően jó like számokat tud produkálni Magyar Péter. Tehát a Gyurcsány Ferenc Facebook oldala például örülhet, hogyha pár ezer lájkolója van. Magyar Péter meg sokszor túlszárnyalja a 15 ezeret vagy a 20 ezeret, rengeteg Hát azok, kommentel, akik tehát... június 9-én megvoltak a Tisza párt körül, az azt feltételezi, hogy még most is a nagy részük megvan, vagy akár növelték a táborukat? Nagyon növelni, az eddigi közleménykutatások szerint érdemben nem nőtt a Tisza párt támogatottsága, legalábbis augusztus elejéig nem. Ez azért figyelmeztetője kellett, hogy legyen Magyar Péter számára, hiszen az, hogy 1-2 százalékponttal esetleg növekedett, én azt hibahatáron belülinek tartom. Ráadásul ne felejtsük el, hogy nyáron Magyarország lakosságának egy része is nincs a lakóhelyén, mert nyaral, vagy elmegy máshova. Tehát a viszont mintavéte... közösségi médiát megpörgetik, és ezért tájékozódni gondolom, akkor is tájékozódnak, nem? Hát szerintem azért nem annyira intenzíven, mint más időszakokban, ráadásul nincs most már választási szituáció sem, és csak azt akartam az előbb mondani, hogy a mintavétel sem tud olyan pontos lenni szerintem, mint mondjuk tavasszal vagy ősszel, hiszen ugye az emberek egy jelentős része nincs otthon, vagy sporadikusan vagy van otthon, tehát nehezebb szerintem ilyen konnyáron pontos mintavételt készíteni. Tehát én óvatosan lennék ebből a szempontból a közvéleménykutatásokkal. A szeptemberi közvéleménykutatások szerintem már pontosabban fogják mutatni, hogy a Tisza párt valójában hol tart. Abban én biztos vagyok, hogy Magyar Péternek nem buriznia kell, hanem ilyen témákkal, problémákkal foglalkozni. Tehát amikor ő személyesen megy el a kórházak épületébe, videófelvételeket készít a leromlott épületekről, a nagy melegről, vagy képeket posztol ki ezekről a Facebookra, ez egy egyedi ötlet. Tehát ilyeneket érdemes folytatni, mert mondom, ezek azért olyan, ez olyan téma, amely sok embert érdekel, és ráadásul még azt hadd mondjam el, hogy hát Magyar Péter nem megy el hetekre szabadságra. Ezt én elismeréssel adózom, tehát hogy ő tényleg hát, gyakorlatilag ő az egyetlen, most a kormányt leszett, mondjuk Orbán Viktor tusványosan beszélt, amiről beszéltek, de hogy ő az egyetlen, aki egyáltalán csinál valamit. Tehát nem hallani azt, hogy a DK bármit csinál, vagy a Mi Hazánk mozgalom jelenleg, vagy bármelyik más ellenzéki formáció egyáltalán felvetne valami olyan témát, ami át is töri a nyilvánosságnak az erejét. Az utóbbi félmondatával egyetértek, az előbbi félmondatával, hogy mások nem csinálnak szinte semmit, annyiban nem értek egyet, hogy a Mi Hazánk aláírásgyűjtést kezdett el, vagy készül elkezdeni az esetleges kötelező szűrések ellen. Gyurcsány Ferenc posztolgat, de abban önnek biztos, hogy igaza van, hogy a leglátványosabb az ellenzéken belül egyértelműen Magyar Péter minapi akciója. Tehát ez a kórházlátogatási sorozat, és ez azért is csinálja jól, mert nem engedi el azonnal a témát. Tehát ugye az elmúlt 14 év ellenzéki politizálását, ha megfigyeljük, akkor alapvetően azt látjuk, hogy hihetetlenül sokféle témába kapnak bele, de gyakorlatilag szinte nincs olyan téma, amelyet rendesen végig tudnának vinni.
leszámítva mondjuk talán a úgynevezett rabszolgatörvény elleni tiltakozás sorozatot, de hát az sem teljesen ők szervezték. Tehát alapvetően az eddigi ellenzéki pártpolitikai kommunikációra egyfelől az utánkövetés volt a jellemző, hogy a kormány hoz egy sérelmesnek hozott döntést, és erre reagálnak az ellenzéki pártok, másfelől meg szétfolyatták az energiájukat, és nem tudták azt megcsinálni, hogy egy-egy témára akár heteken át ott ragadjanak. Még Magyar Péter erre képes, ráadásul az ő reagálása, tehát hogy bemegy a kórházba, hogy üti a vasat a kórházak rossz klimatizálása, szellőztetése, hűtése miatt, ez nem egy reagáló, hanem ez egy proaktív kezdeményező akció. Tehát itt nem arról van szó, hogy a kormány hozott egy döntést, Magyar Péter pedig sérelmi politikát folytatva arra reagál, hanem itt arról van szó, hogy Magyar Péter átveszi a kezdeményezést ezen a téren. Tehát itt a kormány is azt kell, hogy mondjam, hogy ezúttal defenzívába szorult. Tehát én úgy látom, hogy egy kicsit váratlanul érte őket Magyar Péternek ez az egyedi megoldása, és én azt gondolom, hogy Magyar Péter akkor jár el helyesen, hogyha ilyen dolgokat talál ki a stábjába, és a bulizásról lemond a következő országgyűlési választásig teljesen. Beszéljünk a fővárosi kérdésekről. A Kutyapártnak az elnöke mondta azt, hogy hát beül ő is a közgyűlésbe, de ő arra számít, hogy ez a közgyűlés hamarosan fel fog oszlani. Ugye itt is most Magyar Péter diktál egyfajta tempót, találkozik mindenkivel, ugye Karácsony Gergellyel is egyeztetett, Szent Királyi Alexandrával próbált, ő annyira nem óhajtott, a kutyapártosokkal és Vitézi Dávidékkal is egyeztetett. Mit lát ön a közgyűlésben, és hogyan látja a folytatást? Az előbb egy csomó jót elmondtam Magyar Péter politizálásáról, itt arra kell felhívnom a figyelmet, hogy csapdahelyzet áll Magyar Péter előtt. Ezt láthattuk már az Európai Parlamentben eltöltött első pár hete alatt is, amikor döntéseket kellett hoznia erről vagy arról, például az Európai Parlament Ukrajna határozatáról, ami azért, ahogy a Tisza párt képviselői szavaztak, az azért megosztotta még az ellenzéki közéleményt is, és most is fenyegett az a veszély, hogy miután a Tisza párt itt már döntéshozó helyzetben van, tehát 10 mandátummal rendelkezik a 33 tagú fővárosi közgyűlésben, ezért a szavazatai kiválthatnak egyetértést, de kiválthatnak ellenérzést is az ellenzéki táboron belül, nem beszélve ugye a kormány oldalról, tehát ugye Magyar Péter Tisza pártusai valószínűleg nem nagyon tudnak majd olyan szavazatot leadni, amelyet ne próbálna megtámadni a Fidesz, illetve a Fidesz közeli médiarendszer. Tehát itt már nehezebb dolga van a Magyar Péternek bizonyos szempontból, mint amikor ilyen jól mutató akciókat kell kitalálni. Ami a fővárosi közgyűlés helyzetét illeti, én elég pesszimista vagyok, tehát engem nagyon meglepne, hogyha a fővárosi közgyűlés ki tudná tölteni a mandátumát a következő 5 év végéig. Egész egy esetleges az testületosztatás az kinek kedvez? Hát ezt nem lehet előre megmondani. Tehát ez előre kéne látni, ez függ a fővárosi közgyűlés döntéseitől, az előterjesztésektől, attól, hogy milyen pénzügyi mozgástere lesz a fővárosnak, attól is függ, hogy a nehéz helyzetet, a döntéseket ki tudja kommunikációs szempontból jobban eladni. Igen, hallottam olyan véleményt, hogy a Fidesznek kedvezne a fővárosi közgyűlés majdani feloszlatása. Én ezzel óvatosabb lennék, mert az egy dolog, hogy a fővárosi közgyűlést feloszlatnák, illetve feloszlatná saját magát, tehát az még nem jelenteni egyúttal azt is, hogy a Fidesz kezébe hullik a fővárosi hatalom. Azért a Fidesznek most már kimondhatjuk, tartós problémája van a fővárosi lakosság többségének meggyerése tekintetében. Tehát egyáltalán nem biztos, hogyha mondjuk a fővárosi közgyűlés feloszlatná magát, akkor a Fideszt hirtelen megszeretnék a választópolgárok. Az elmúlt évek alapján én azt látom, hogy a fővárosi
nehézségekért a Budapest lakosságának többsége inkább a kormányzatot és a Fideszt okolja. Tehát ahhoz, hogy a Fidesz számára kedvező legyen a fővárosi közgyűlés felosztatása, ahhoz az kell, hogy a felelősségre vonás játékában, tehát hogy ki a felelős Budapest nehézségeiért, problémáiért, ezt a versenyt a Fidesz meg tudja nyerni, és a felelősséget át tudja hárítani az ellenzékre, illetve a Tisza pártra, a Karácsony Gergelyre, mint főpolgármesterre. Ez az elmúlt 5 évben nem működött. Igaz, most bejött egy új szereplő, a Tisza párt, tehát ennyiben más a helyzet. Ugye a fővárosi közgyűlés felosztatásához, ahhoz többség kell a közgyűlésen belül, tehát a 33 tagú közgyűlés valamivel több, mint a felének egyet kéne érteni, illetve van még egy másik lehetőség, ezt eddig szerintem még más nem nagyon mondta, ez pedig az, hogy a kormány előterjesztése és az alkotmánybíróság véleménye alapján az országgyűlés oszlatja fel a fővárosi közgyűlést, amennyiben az kerül megállapításra, hogy a fővárosi közgyűlés törvénysértően működik. Tehát az alaptörvény ad erre lehetőséget az országgyűlésnek, de az előbb általam említett törvény, illetve alaptörvény ismertetésből azért kiderül, hogy azért nyakló nélkül nem lehet ezt a rendelkezést alkalmazni, tehát komoly feltételeken, akadályokon kell átmenni ahhoz, hogy a parlament jogszerűen feloszlassa a fővárosi közgyűlést. Nem mondom, hogy ez lehetetlen, tehát itt van a jelentősége annak, hogy már az alakuló ülésen, vagy utána később, sikerül-e megválasztani a főpolgármester helyetteseket, ugye ez kötelező elem, tehát az önkormányzati törvény kimondja, hogy meg kell választani lehetőleg már az alakuló ülésen a főpolgármestert és a helyetteseit. Az is kötelező elem, nincs mese, hogy el kell fogadni időben a költségvetést, ugye ezt évelején szokták megejteni, el kell fogadni a zárszámadást is. Amennyiben ezeket nem lépi meg a fővárosi közgyűlés határidőre, akkor az állam megvonhatja a normatív támogatást, illetve az is előfordulhat, hogy a megyei kormányhivatal alkotja meg a fővárosi közgyűlés helyett a költségvetést. Ugye, ha jól emlékszem, Hajdúböszörmény esetében volt erre nem olyan régen példa, néhány hónappal ezelőtt, hogy a kormányhivatal állította össze a képviselőtestület helyett a költségvetést. Tehát van erre példa, de hát addig előfordulhat, hogy a fővárosi önkormányzat intézményeinek a dolgozói nem kapnak majd fizetést. És ugye ráadásul ott magasodik a fővárosi önkormányzat fölött a szolidaritási hozzájárulás növekvő mértéke, ami már hát 60 vagy 70 milliárd forint körül van, tehát, és ugye a fővárosi költségvetés olyan 400-450 milliárd forint éves szinten, tehát meglehetősen húzós a szolidaritási hozzájárulás. Szóval azt akarom mondani önnek összefoglalóan, Király úr, hogy sok okom van a pesszimizmusra, tehát tényleg nagyon meglepődnék, hogyha a fővárosi közgyűlés kihúzná ezt az 5 évet. De persze, meglátjuk. Az az utolsó kérdésem, hogy ha most kivesszük a Tisza pártot, meg kivesszük a Fideszt, mert ők még megvannak, akkor hogy látja a többi pártnak a túlélési, meg tematizálási esélyeit ősztől? Tehát, hogy ki az, aki tud még bármit megújulni, stb. Mert egyelőre, amennyire hallom, akár pártvezetőktől is, elég pesszimista a helyzet. Egyetértek ezzel a helyzetértékeléssel, illetve információ ábrázolással. Én azt gondolom, hogy a Tisza párton kívüli ellenzéki pártok apátiába süllyedtek, ez alól a demokratikus koalíció sem kivétel. Látszik, hogy ők érdemi ötletre azért nem képesek. Tehát míg az előbb azért cáfolni igyekeztem, hogy
hogy a tűzapáton kívül más nem csinált semmit, de azt azért el kell ismernem, hogy azért nagyon érdemi, nagyon látványos akciókra a tűzapáton kívüli többi ellenzéki párt június 9-i európai parlamenti választáson nem volt képes, nem voltak képesek. Ha ez így marad, akkor nagyon sötét jövő áll előttük. Én azt gondolom, hogy a mikropártok sorsa vélhetően megpecsételődött, tehát ez alatt értem a Párbeszédet, a Jobbikot, az LMP-t, tehát gyakorlatilag ők már nem fognak tudni labdába rugni. A szocialista pártról is majdnem ezt kell, hogy mondjam. Az ő helyzetük annyiban talán kedvezőbb, talán mondom, hogy van néhány polgármesterük még az országban, és van néhány olyan egyéni választókerületi országgyűlési képviselőjük, akik talán még tudnak némi népszerűséget helyben hozni, és ezáltal a mandátumok megvédéséért csatába indulni. És ők most egyszerre harcolnak a Tisza párttal és mondjuk a Fidesz-szel, és pont olvastam hát Szombathely kapcsán egy ilyen elemzés, hogy ott nagyon magabiztosan nyert a baloldal, viszont mi van, hogyha Szombathelyen is árad a Tisza, és hogy az egy új kihívás elé állíthatja őket? Hát ez persze az kell, hogy a Tisza párt támogatottsága nem csak hogy megmaradjon, hanem érdemben tovább növekedjen. Mert olyan arcok legyenek helyben, akik mellé oda lehet állni. Mert tehát, hogy ez egy nagyon érdekes helyzet, hogy van egy nagyon népszerű ellenzéki polgármester, és mondjuk jön egy ismeretlen tiszás, hogy vajon ott az ismertség meg a pártlogó versenyében mi hogy alakul. Ugye a Tisza pártnak van egy nagyon erős hívőtábora, én azt látom, és hogyha akár egy kutyát ellátunk a Tisza logóval, akkor ő is kapna mondjuk 20-25%-ot helyben. Igen ám, csak hogy ettől még nem lehet választást megnyerni. Tehát azért ne felejtsük el, hogy az európai parlamenti választásokon a Tisza párt nem az első helyezést kapta el, hanem a másodikat. Egy nagyon szép második helyezés, de azért a Fidesz 45%-on mégiscsak elért listán. Tehát azt a Tisza pártnak azért tudomásul kell vennie, hogy a hívők, a rajongók seregével még nem fog tudni országgyűlési választást nyerni, de akár helyhatóságit sem. Tehát igen, valóban, önnek igaza van, helyben is elismert emberekre van szükség, de ezzel a Tisza párt elnöke Magyar Péter is tisztában van, hogy e tekintetben még jócskán van mit tennie a Tisza pártnak. El is kezdték egyébként a pártszervezést nyáron. Ugye a demokratikus koalíciónak egyébként olyan illúziója volt, hogy Magyar Péter nem ért a párt építéshez, és ezen el fog hasalni. És bár én látok kockázatokat, veszélyeket a Tisza párt tekintetében, és itt belső ellentétek is nagyon is elképzelhetőnek a pártépítés kapcsán, de szerintem a Tisza párt e tekintetben is meglepte a DK-t, hogy a pártépítésben a vártnál előrébb tartanak, mint ahogy azt a DK-sok gondolták volna. Tehát arra gondolok, hogy Magyar Péter most már szervezeti diagramot is tudott mutatni a nézői számára, hogy hogyan épülne fel a Tisza párt, milyen igazgatóságok lennének aztán területi koordinátorok, egyéni választókerületi szervezetek. Tehát már készül az SMS és az alapszabály, a Tisza szigetek egymás után alakulnak meg, ott van még az egyesület is, tehát a Tisza pártnak e tekintetben is sikerült meglepnie a demokratikus koalíciót, hogy szerintem a DK számára kellemetlen meglepetésként a Tisza párt szervezetileg jobban megy előre, mint ahogy azt eredetileg sejteni lehetett. Bár még ne kiabáljuk el teljesen, tehát még azért, ahogy említettem, azért vannak belső konfliktus zónák, konfliktus lehetőségek a Tisza párton belül, hiszen maga Magyar Péter mondta, hogy nagyon sokféle gondolkodású ember került a Tisza pártba, olyan is, aki tavaly még fideszes volt, aztán ugye olyanok is, akik a DK-ból jöttek. Na most ezt a fajta sokféle gondolkodású embert azért egy párton belül harmonikusan megtartani és működtetni, hát ez sem lesz egy kis feladat. Tehát itt azért
nem elképzelhetetlen, hogy azért helyi feszültségek lesznek majd idővel. Ebben még reménykedhet a demokratikus koalíció, hogy esetleg a pártépítésben a Tisza pártot belső feszültségek fogják megrengetni, legalábbis helyi szinten. Csak hát látjuk, hogy most a DK sincs sem teljesen mentes a belső problémától. Ugye látjuk a egykori gyulai politikusának a kizárási procedúráját, ugyebár. Ez volt a mai beszélgetésünk. Nagy Attila Tibor, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen én is!